Üdv! Ez itt a Bazsi Túrák és a Túra és Tudomány negyedik epizódja. Ha sorra vesszük a magyarországi hegyvidékeket és az azokat felépítő kőzeteket, akkor azt láthatjuk, hogy rengeteg mészkőből, vagy legalább részben mészkőből felépülő hegységgel rendelkezünk. Ilyen a mai helyszínünk, a Kesztei hegység is, de mielőtt útnak indulnánk, emlékezzünk meg a Szlovénia területén található hegységről, a Karszt hegységről. A Karszt hegység adta a nevét a karsztosodás folyamatának, melynek a Szársomjó ördögszántásaitól a Bükkfenn-síkon át, egészen a Baradda-barlangig az összes látványos mészkőformánkat köszönhetjük. Tehát a mai témánk a világ egyik legcsodálatosabb folyamata, a karsztosodás. Menjünk! Biztos vagyok benne, hogy mindenki pont ugyanolyan izgatott, mint én. Hát nem is csoda, hiszen a karsztosodás az egész Földön éghajlattól függetlenül törvényszerűen végbe menő folyamat, leszámítva persze az állandóan fagyos területeket, de az elmondható, hogy az intenzitása az éghajlattól erősen függ, hiszen trópusi meleg környezetben jóval intenzívebb a karsztosodás folyamata. De ami meg különlegessé teszi ezt a folyamatot, az, hogy a karsztosodás a kőzet testben, tehát háromdimenziós tömegben játszódik le, nem csak a kőzet felszínén, vagy a felszín alatt. Egyúttal a karsztosodás egy rettentően komplex folyamat, melyet épp úgy befolyásol a kőzetminőség, mint a klimatikus, geológiai és biológiai környezet. Ugyanakkor más folyamatokkal is, mint például az erózió, kombinálódhat. Közben itt kapituláltunk a Holdra. Na jó, nem ez a Gyenesdiási murvabánya. Majd később lesz róla szó, hogy mi is ez a murva, bár a karsztosodáshoz nem kapcsolódik szorosan. De már itt vagyunk, azért egy-két szót megérdemel. Menő. Karsztosodás az oldható kőzeteken végbe menő folyamat. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb eleme maga az oldódás, melyhez értelemszerűen kell egy oldható kőzet, és valamilyen oldószer, ez esetben jellemzően, de nem minden esetben, széndioxid tartalommal rendelkező víz. De honnan származik a víz széndioxid tartalma? Jó kérdés! Leginkább a talajból származik, hisz a legnagyobb mennyiségű széndioxid a talaj levegőben halmozódik fel. Ennek a széndioxidnak a 40%-a növényi légzésből, 60%-a pedig a mikrofauna és a mikroflóra, tehát főleg baktériumok élettevékenységéből származik. A karsztosodás leginkább a karbonátos kőzetekre jellemző, vagyis a mészkőre, illetve a dolomitra, de ugyanúgy a gipszre és kősorra is jellemzők a látványos karsztformák. Igaz utóbbin, hát elég rövid életűek, ugyanis a kősó nagyon gyorsan oldódik. Hamarosan elérünk a Gyenesdiási vadlány likhoz, itt van len. Ez még mindig nem egy karsztos forma, akár csak az előbb a bánya, de ha már itt vagyunk, nézzük meg, ugyanis azért érdekes dolgok itt is vannak. Például az a szikra párkány ott fölötte. Ez egy abráziós barlang, tehát ezt is a víz alakította ki, de nem oldásos, hanem eróziós folyamattal. Viszonylag tágos barlangról van szó. Bivakhelynek sem rossz, bár azért itt elég közel vannak a házak, szóval nem biztos, hogy olyan nyugodt éjszakája van annak, aki itt éjszakázik. Meg hát nyilván védett is, úgyhogy nem ajánlatos ebben a barlangba dorbézolni. De mindegy, lehetőség megvan. És
És ez itt kérem a breccia, vagyis törmelékkő. A 2 mm-nél nagyobb szögletes, sarkos szemcsékből álló kőzet, amelyet valamilyen agyag, ami nagyon sokféle lehet, összecementált. És itt van rögtön a breccia távoli unokatestvére is, a konglomerátum, vagyis kavicskő. Ez gyakorlatilag pont ugyanaz, mint a breccia, annyi különbséggel, hogy ebben a szemcsék lekerekítettek. Hát innen jött a magyar neve is, a kavicskő. Szintén nem karsztos forma a Szentbékálai kőtenger, de hogyha már szóba került ez a kőzet, mármint a konglomerátum, akkor mondjuk el, a Szentbékálai kőtenger is konglomerátumból épül fel. Alattunk pedig Nyenesdiás, távolban pedig Keszthely. Ez pedig itt a Keszthelyi öböl. Sőt, ott egész távol, nem tudom, hogy a képernyőn mennyire kivehető, még a kis Balaton is látszik, ott nagyon hátul. Arrafelé pedig a Zalai dombság, hát nem túl nagy kiemelkedései. Szép, szép, szép. Újra a Murva bányánál, jobban mondva fölötte. A Murva bánya hivatalos definíció szerint valamilyen üledékes kőzet természetes aprózódással létrejött zúzalékát fejti ki. Hát ez így most nem tudom mennyi volt magyaros. Mindegy, ezek az üledékes kőzetek általában mészkő vagy dolomit. Ez itt egy dolomit Murva bánya. Hát impozáns, főleg így, hogy a természet már elkezdte visszahódítani. De onnan tudhatjuk, hogy például ez itt mészkő vagy dolomit, hiszen mindkettő nagyon hasonló, általában fehér vagy szürkés kőzet. Hát ránézésre egyszerű halandó nem igazán tudja eldönteni. Kettő között kémiai különbség van, tehát összetételbeli. A mészkő minimum 90% kálciumkarbonátot, vagyis kalcit, ásvány tartalmaz. Ettől függ a fehérsége is, tehát a kalcit tartalmától. Minél több benne a kalcit, annál fehérebb, vagyis tisztább a mészkő. Persze természetben különböző színű mészkövekkel találkozhatunk, szürkéstől pirosason át egészen a feketéig. Szürkés színeltérést, hát az egyébként a leggyakoribb, az agyag vagy valamilyen szerves anyag tartalom okozza. Na de még mindig nem tudjuk, hogy lesz a mészkőből dolomit. A két kőzet között fokozatos az átmenet, így dolomit kristálytartalom függvényében beszélünk dolomitos mészkőről, illetve meszes dolomitról. Utóbbi esetben már nem a kalcit kristály van többségben a kőzetben, hanem a dolomit kristály. És még egy érdekesség, magát az ásványt, illetve a kőzetet is ugyanúgy hívják, tehát dolomit és dolomit. Mindkettő dolomit. Bár a mészkő és a dolomit nagyon hasonló kőzetek is többnyire együtt fordulnak elő egymás mellett, itt a Keszthelyi-hegységben is van dolomit, illetve mészkő is, de azért egy látványos különbség van, mégpedig a lepusztulásukban, hiszen hogyha valaki maga elé képzeli a dolomitokat, mármint a hegységet Olaszországban, akkor a dolomitból ilyen hatalmas toronyszerű sziklák képződnek le lepusztulás során. Még a mészkőre ez annyira nem jellemző, bár nyilván mészkőhegységekben is megfigyeltünk ilyen hatalmas függőleges falakat, de az ilyen kopár sziklatornyok inkább a dolomitra jellemzők. Ha esetleg felmerülne kérdésként, Gyenesdiási nagymezőn járunk. Egy nagyon kultúrált
erdei pihenő, sőt nem is pihenő, egy egész komplexum. Szebb időkben itt még ilyen büfészerűség is működik, van rendes toalett, rengeteg pad, esőbe álló tornapálya, sőt ott van fenn festeticskinátó? Igen, festeticskinátó. Bár most idén éppen felújítják, úgyhogy nem lehet fölmenni, de azt hiszem áprilistól már fel lehet. Na, mindegy. Ajánlom mindenkinek, csak ne szemeteljünk, könyörgöm, ne szemeteljünk. Sőt, az itteni kukákba se hagyjuk a szemetet, inkább vigyük haza, és otthon dobjuk ki. Végigvegyük Magyarország egységeit felépítő kőzeteik alapján. Na jó, meggyőztetek. Haladjunk kelet-nyugat irányba, én azt mondom, az a legegyszerűbb. Ugye rögtön a határon ott van a Sopron, illetve Kőszegi hegység. Azok főleg metamorf kőzetekből épülnek fel, persze azért ott is találtam egy-két helyen üledékes kőzet, de nem számottevően. Tovább haladva kelet felé, ugye Kesztely hegység, ahol most vagyunk, Dolomit mészkő, mint ahogy a Bakony nagy része is abból áll, egy-két helyen mutatóba egy kis bazalt található. Most tekintsünk egy kicsit délre, Mecsek. Hát arra is azt mondják, hogy mészkő hegység, de ez így nem teljesen igaz, hiszen mindháromféle kőzet elég nagy előfordulásban található hegységben, hiszen üledékes, metamorf, illetve vulkáni kőzetek is vannak a Mecsekben, de geológiai szempontból az egyik legszínesebb hegységünk. Attól kicsit délre Villányi hegység, az viszont már mészkő. Vissza ide a Dunántúl északi részére, Gerecse, Bértes, mészkő hegységek, Velencei hegység, ugye ahol nemrég voltunk, gránit, vagyis metamorf kőzetből áll, aztán Budai hegység, Pilis, szintén mészkő, Visegrádi hegység viszont már, hát talán sokan tudják, hogy ez geológiai értelemben inkább már az északi középhegységhez tartozik, vulkanikus, főleg andezitból épül fel, mint ahogy a Börzsöny, illetve a Mátra és az Emplén is. Közéjük keveredik néhány üledékes hegységünk, a Cserhát, bár annak is ugye karancsmedves vidéke, az vulkáni eredetű, andezit, illetve bazalt, aztán a Bükk, szintén mészkő, és mi van még? Ja, Bakteleki karszt, nyilván, az is mészkő. Aztán, hát bocsa, valamit kihagytam, de minden nem mehet. És már itt is vagyunk a mai első, valóban karsztos eredetű látványosságunknál, a Szobakői barlangnál. Még nem látszik, de itt van a sziklák között. 14 méter hosszú és 8 méter magas. És egyszer már voltam itt, de ez másodszor is pont ugyanolyan látványos. Íme. Nincs benne senki. Jól van. Hát eddig lehet bejönni lábon, aztán nyilván kúszva még lehet, hogy lehet haladni. Rácsötétedik és egy szobakő, akkor itt a szobakő. Nem tudom, mennyire kivehető ott középen, de mutatom kicsit lejjebb. A borsókő,
amely szintén bizonyítja, hogy egy karsztos eredetű barlangban járunk. Imádom a barlangokat, főleg az ilyen eldugott barlangokat, amit nem lepnek el a turisták. A Kesztei hegység területén 19 jelentősebb barlang található, ezek közül 4 fokozottan védett, és ezeket ma fel is fogjuk keresni, igaz, egyikbe se lehet bemenni, nem is tudnánk, de azért majd szólok róluk néhány szót. Ez nekem nagyon tetszik, ez a szobakői barlang. Tehát nézzük meg, milyen magas a bejárata. Óriási. Föl is lehet ide menni, ide fölé, meg oda arra a szikla párkányra, most ezzel megpróbálkozunk. De mutatom még egyszer. Szobakői barlang. Igazából a szobakői barlang fölött találtunk még egy barlangszerűséget, itt vanni. Bár hát egyik oldalról nyitott, de azért hát nem tudom. Néhány helyen ezt is barlangnak hívják. Itt én nem tudok róla, hogy lenne külön neve ennek, de nem baj. Megnézzük, kicsit nehéz feljönni. Talán látszik is. Elég meredek. Na, újra borsókő, tessék, mennyi van? Ott mi? Nagyon klafa. Hú, na itt egész magasra fel lehet kapaszkodni. És még kilátásunk is van. Azt a mindenit. Itt még sosem jártam ezen a részén. A maga a barlang, hát ott, ahol az ujjam van, ujjam vége, sőt, annál is lejjebb, innen nem kivehető, szóval elég magasan vagyunk. Jó kis szikla kibúvás ez. Ez a szobakő. Jó néz ki. Kilátás meg tulajdonképpen pazar. Nézzük át a karszterületek néhány jellemzőjét. Az első és talán mindenki számára szembetűnő jellegzetesség, hogy a karsztos térszínek felszíni vízfolyásokban szegények. Ha megnézzük a mészkő hegységeinket, akár a Kesztei hegységet, hát nem sok patakot találunk benne, maximum egyet-kettőt. Ugyanis a mészkő, illetve a dolomit repedéseiben leszivárog a felszínről a víz, így ez nem tud összegyűlni a völgyekben. Szép darab. Másik ilyen, ami tulajdonképpen ennek egyik következménye, a felszín alatti üregesedés, illetve barlang képződés. Aztán harmadik nagyon fontos dolog, hogy az oldódás során az oldatba kerülő mészanyag az oldás helyétől távolabb rakódik le, és hát szintén karsztformákat hozhat létre, ilyenek például a cseppkövek. Nézzünk néhány körülményt, amelyek a karsztosodás folyamatát befolyásolják. Az egyik ilyen a kőzet rétegezettsége, hiszen a rétegek mentén jóval könnyebben indul meg az üregképződés. A másik a kőzet keménysége, hisz hogyha a kőzet nem elég állékony, akkor az üregek könnyedén beomolhatnak. A másik nagyon fontos dolog a töredezettség, illetve repedezettség,
Szóval a kőzet minél inkább törésekkel, repedésekkel átjárt, annál intenzívebb lehet a karsztosodás folyamata. És még egy dolgot említsünk meg, hogyha a karsztosodó kőzet vízzáró rétegre települ, akkor a horizontális vízáramlás következtében két réteg határán ugyancsak gyakoribb lesz az üregképződés. Senki ne kérdezze, hol vagyok, mert egy jelöletlen úton egy neve nincs völgyben. De jól néz ki, annyi szent. Hát sajnos a tematika szerint még nem tartunk ott, de aki kíváncsi egy jellegzetes felszíni karsztformára, az nézze ott a képernyő közepét, az egy víznyelő. Mindjárt megvizsgáljuk közelebbről is, csak nem akarok beleesni. Itt vagyunk, és ugye pont erről beszéltem az előbb, hogy a mészkő vidékeken viszonylag kevés felszíni vízfolyás van. Hát ezért az ilyen víznyelők miatt lefolyik a víz, ja, mert ugye jól látható módon semmilyen más lefolyása nincs a területnek, tehát egy mélyedés alján vagyunk, értelemszerűen valahol itt tűnik el a víz, aztán valahol a hegység oldalában vagy lábánál egy forrás formájában feltör. Először azt hittem, hogy ez csak egy töbör, majd lesz róla szó, hogy mi az a töbör, de nem töbör, hanem egy víznyelő. Nagyon fasza, a térkép nem jelezte, úgyhogy abszolút meglepetés volt. Az előbbiekből talán kitűnik, legalábbis, hogyha jól magyaráztam, akkor kitűnhet, hogy a karsztterületeken a kőzet repedezettsége következtében egy sajátos hidrológiai rendszer alakult ki, melynek két fontos eleme van, a leszálló karsztvízöve, illetve az áramló karsztvízöve. A leszálló karsztvíz gyakorlatilag egyet jelent a felszínről beszivárgó, illetve leszivárgó csapadékkal. Itt a mozgás mindig függőleges, és a gravitáció következtében jön létre. Még az áramló karsztvízövében a mozgás horizontális, a mélyben áramló víz kitölti az üregeket, és nyomás alatt áll, és hogyha megnézzük az áramló karsztvíz övének felső határát, az mindig domború, ugyanis ez a határ a karsztterületek belseje felé egyre magasabbra kerül. És most, hogy itt vagyunk a Kesztei hegység, vagy más néven Kesztei fennsík, valóban fennsíkszerű központi részén, emlékezzünk meg róla, hogy a karsztterületeket domborzati helyzetük szerint hogyan lehet besorolni. Ez szerint lehet, kérem, autogén vagy allogén egy karsztterület. Az autogén karszt környezetétől nem kap vizet, hát maximum az eső esik rá. Ez általában egy a környezete fölé magasodó fennsík, amire itthon kiváló példa, na mi? Kesztei fennsík, de aki ennél látványosabbat akar, annak ott van a bükkfensík. Másik csoport az allogén karszt. Ez kap vizet a környezetétől, hiszen nincs kiemelkedve, így ebben az esetben egy felszín alá kerülő vízfolyás okozhatja felszín alatti formaképződést. Hát ilyenre is van példa az aggteleki karszt területén. Érdekes fogalom még a paleokarszt vagy őskarszt. Ez egy a földtörténeti múltban keletkezett és megszakadt fejlődésű karszt. Ilyen például itthon az urkuti őskarszt, mert körülbelül 100 millió évvel ezelőtt keletkezett, aztán a későbbi korokban betemetődött, egész konkrétan mangánérccel, így megszakadt a fejlődése, de aztán ezt a mangánércet 20. század elejétől kibányázták, így újra felszínre kerülhetett, és ezekre a paleokarsztokra még jellemző, hogyha újra a felszínre kerülnek, akkor újra is indul általában a karsztosodás folyamata. Közben úgy látom, hogy megérkeztünk a következő célponthoz,
a Kessler Hubert barlanghoz. Na mindjárt lemegyünk, azt megnézzük. A Kessler Hubert barlang egyike Kesztei hegység 4 fokozottan védett barlangjának. 200 méteres mélységével Magyarország 5. legmélyebb barlangja, és tartalmaz egy 75 méteres függőleges aknát is, képzeljük el. És egy rekordot is tart, 2400 méteres hosszával. Ez Magyarország leghosszabb dolomitban kialakult barlangja. Hát az, hogy fokozottan védett, az meg nyilván azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem tanácsos, nem is lehet bemenni, le van zárva egy ajtóval. Ha jól számolom, ez ma már a 3. barlangunk volt, úgyhogy már csak ennek okán is vegyük át, hogy milyen karsztformák léteznek. Hát egyrészt pusztulásos, illetve épüléses karsztformákról beszélhetünk. Pusztulásoson belül további 2 kategóriát találhatunk. Egyik a felszíni, másik pedig a felszín alatti. Előbbi az exokarszt, utóbbi az endokarszt. Pusztulásos karsztformák úgy keletkeznek, hogy a kőzet anyaga kioldódik, és az oldatban elszállítódik. Hát nagyon egyszerű. Volt, nincs kőzetanyag. Néhány példa erre. Hát azt ma sajnos nem fog tudni mutatni. A karrok. Ezek a film elején utaltam a szársomjó ördög szántásaira, vagy ördög bordáira. Mindkét névvel illetik. Na hát azok. Azok a karrok. Mészkő felszínen kialakuló barázdák, amelyeknek a formavilága is, meg a mélysége is igen változatos lehet. Sőt, nem csak a közvetlen felszínen, a talajtakaró alatt is kialakulhat. Ugyanis, hát ebben most nem menjünk bele, de ugye különböző növények is bocsájtanak ki olyan savakat, melyek oldják a mészkövet. De mindegy, ez már nagyon kémia. Másik ilyen jellegzetes felszíni pusztulásos karsztforma a töbör vagy dolina. A már emlegetett bükkfensíkon vagy Erdélyben a pádis fensíkon százával találtunk ilyeneket. Mészkő fensíkokon általánosan jellemző. Ezek ilyen lefolyástalan mélyedések. Máshogy nem lehet jobban definiálni. Méretük néhány méterestől a 100 métert meghaladók is terjedhet. Töbrök oldalirányba fejlődve és összenőve uvalákká, tehát uvalákká alakulhatnak. Aztán van még a polje. Hát erre Magyarországon én nem tudok példát mondani. Ez a töbörhöz nagyon hasonló, viszont annál jóval nagyobb, akár több száz négyzetméteres kiterjedésű, szintén lefolyástalan terület. Aztán a negyedikként említsük meg a víznyelőket. Ugye ilyet ma már láttunk. Hát nagyon könnyű megismerni, hiszen a vízgyűjtő terület felül a vízgyűjtőig medrek vezetnek. A víznyelők feltöltődésével pedig töbrök jönnek létre. Tehát itt minden mindennel összefügg a karsztosodásban. Ez benne a jó. Na de még ezeken kívül is további 3 barlang van napirenden a mai nap folyamán. Ebből viszont lehet, hogy csak 2 lesz, de elmondom, mi ez a 3. Az első a Jakucs László barlang. Aztán jönne, illetve lehet, hogy jön is a Döme barlang, illetve a Kesztei hegység sztár barlangja, a Csodabogyós barlang. A Döme barlang azért nem biztos, mivel térkép szerint nem vezet hozzá út, bár valamilyen csapás biztos vezet a barlangig, mert hát akinek engedélye van és lemehet, az csak-csak megközelíti valahol. De mindegy, ha megtaláljuk, akkor
megnézzük, ha nem, akkor nem. Meg aztán nap is már megy lefelé, és nem akarok itt sötétből botorkálni, de mindegy, meglátjuk. Na, már barlangok, akkor beszéljünk a felszín alatti pusztulásos karsztformákról. Nyilván legismertebb ilyen maga a barlang, mely keletkezése szerint hát továbbosztató szintén két csoportba. Egyrészt lehet oldásos és eróziós a barlang. Hú, micsoda út ez! Pedig ez rendes turista út. Na mindegy. Oldásos, vagy más néven korróziós barlangok az áramló karsztvíz övében alakulnak ki. Ugye arról már beszéltünk, hogy mi az az áramló karsztvíz. Itt érdemes megemlíteni a hévizes barlangokat, melyeket a mélyből feltörő forró vizek karsztvízzel történő keveredése hoz létre. Budai-hegységben egész sok ilyen barlangot találhatunk. Ezek jellemző formái hullámos falfelületek és gömbüstök, stb. És épp most jutott eszembe, hogy pár filmmel ezelőtt, mikor a Nassau-on jártam, ott a Násznép barlang, amiben be is mentem, az is egy hévizes barlang. Másik csoport az eróziós barlangok, főleg az allogén karsztokra jellemző, és tök jó, mert most már azt is tudjuk, mi az az allogén karszt. Ezeknek az a lényege, hogy a felszín alatti folyóvizek munkája alakítja ki őket. Ezek egyik látványos formája az átmenő barlang. Erre történelmi Magyarország területén tudok egy nagyon jó példát mondani. Aki esetleg járt már a Szamos bazárnál, az valószínűleg átsétált, vagy hát néhány helyen átmászott az Aragyásza barlangon. Az is egy tipikus átmenő barlang. Mai napig folyik rajta, vagy átfolyik rajta a patak, ami kialakította. Hát ha most ilyen benőtt, meg bozótos, meg bedőlt fákkal tarkított ez a zöld sáv, akkor nyáron milyen lehet? Még az látszik, hogy nem nagyon járkálnak, jó, itt valami azért van valami nyom, de hát nem túl forgalmas ez az út. De már szóba került a Szamos bazár, meg a Pádis fennsík, hát akkor ott aztán dőzsölhetünk a karsztos formákban. A Csodavár, Szamos bazár, hát elképesztő mennyiségű látnivaló van ott, és nem csak mennyiségű, hanem minőségű is. Úgyhogy ha lezajlik ez a vírus mizéria, mindenki tegye magát irányba, kelet felé, és menjen el Erdélybe. Borzasztó ez az út, ez a zöld sáv. Amúgy most itt a Keszthely-hegység keleti peremén állunk, hogyha itt tovább lecsorgunk a zöld sávon, akkor már Balaton-Ederics településre érünk. De miközben ideértünk a Jakucs László barlanghoz, úgyhogy megsosoljuk. Bár ide se egyszerű ide jutni. Ejha! Ez itt a GN töbör, ami senki nem találja ki, de a gigantikusan nagy rövidítése. Bár a barlang maga nem éppen gigantikus, 154 méter hosszú, 24 méter mély. A nagy terem nevezetű része körülbelül 100 négyzetméter. És további érdekessége, hogy micsoda hideg jön innen. Na, például ez is érdekessége. Na, tehát sok nagyméretű gerinces csontjai mellett még egy mocsári teknős páncélját is megtalálták itt, ami azért érdekes, mert jelen pillanatban jó 100 méterrel magasabban vagyunk, mint a Balaton vízszintje. Azt a... Jézusom! Na jó, ide bevilágítok, hogy meg tudjam mutatni.
Na tehát ennek a létrának felesett réfa. Nem tudom mennyire látható. Na várjunk. Ledugom a GoPro-t, meg a lámpát, és akkor jó lesz. Tehát itt egy jó hosszú létra, és ott tovább. De ki van építve, ez ilyen vastag cső, és abban megy a létra. Nagyon komoly. Ilyet meg életemben nem láttam. Illetve de a bükkben, fú, melyik barlang, de volt rajta valami épület, és az épület mögött egy ugyanilyen létrán lehetett lemászni. Nem másztam le persze, bár ott le lehetett volna, nem volt lezárva. Fú, azt a... Hát ez még egy ilyen horrorfilm forgatási helyszínek is. Jól lenne, hogy jönnek ki a zombik, vagy valami föld alatti, akármik, nem tudom. Menő. Na tehát, ez is egy töbör. Most már azt állaposan megtanultuk, hogy mi az a töbör. Mindenki tudja. Még egy valami, mielőtt továbbállunk, majdnem elfelejtettem, hogy ez is hévizes barlang. És amit mondtam, az tökéletesen jellemző erre is. Tehát a hullámos falfelületek és a gömbüstök, illetve kicsit lejjebb a szintén emlegetett mocsári teknős páncélja. Meg mindenféle bronzkori cseréptöredék, de hát az szinte minden barlangban megtalálható. Na, hát most az a helyzet, hogy a Döme barlanghoz valahol, hát ez egy ösvény akar lenni? Nem tudom, de abba az irányba van, és hát rövid gondolkozás után inkább úgy döntöttem, hogy kihagyom, mert szűkösen állunk az idővel, és hát oda szintén nem lehet bemenni, az is csak egy lezárt ajtó, csak beszélni tudnék róla, ráadásul az nem is egy ilyen szép nagy töbörben van, úgyhogy majd menet közben mesélek róla, mert amúgy világszinten egyedülálló barlangról van szó, úgyhogy mindenképpen nagyon érdekes hely. De előbb következzen Keszthelyi hegység leghíresebb barlangja, a Csodabogyós barlang. Nagyon egyszerű. Nevét erről a jószágról kapta, a Szúrós Csodabogyóról. Fú! 6400 méteres hosszával a Magyarország 8. leghosszabb barlangjáról van szó. Hűha, ide mindjárt lenézünk. Na jó, nagyon nem nézünk le, mivel denevérek repkednek. Azt a... Nem alszanak téli álmot? Na mindegy. 147 méter mély a barlang, és több száz cseppkövet tartalmaz, melyeknek nagy része még a mai napig fejlődik. Hát, lehet, hogy én ébresztettem fel denevérkomát. Na mindegy, menjünk, hagyjuk békén. Meg, mint említettem, tempózni kell, ugyanis még van jó néhány kilométer. Jelzett út persze nincsen, eddig is csak úgy jöttem. Még azért néhány kép. Így néz ki. Hát itt 5200 métert írnak és 112 méter, de én a országos barlang nyilvántartásban néztem ezt az adatot. Na mindegy. Igazából mi szempontunkból lényegtelen. Hú. Hát biztos jól néz ki. Széllik. Na igen, az előbb eljöttem egy bejárat mellett. Azt hittem először, hogy az a Csodabogyós barlang, de valószínűleg az a széllik. Most olvasom, hogy ilyen egybefüggő légáramlási rendszert alkotnak a két barlanggal. Némelyik hasadék 40-50 méter mélység. Az már kemény. Na.
iránymenet, a nap az irány. Említettem a cseppköveket, és ennek kapcsán, akkor most már fejezzük be a tematikát, a épüléses karsztformákat még nem említettem, vagy nem vettük sorra. Hát ezek értelemszerűen azok, melyeket az oldatból kicsapódó mészanyag hoz létre. Legismertebb formái nyilván cseppkövek, amelyeket most nem részletezünk, remélhetőleg már mindenki járt legalább egyszer életében egy cseppkőbarlangban. Elvégre elég jó helyen élünk ahhoz. Talán a három legismertebb fajtáját vegyük át. A stalaktit, a függőcseppkő, ugye, ami a barlang mennyezetéről lóg le. A stalagmit, az állócseppkő, illetve van a stalagnát, az a cseppkőoszlop. Érdemes megemlíteni még a méztufát, vagyis a méztufa gátakat, amelyre ismét tudunk hazánkból is példát említeni. Micsoda nyáresti hangulat, pedig még csak február van. Na, a Döme barlangról még nem szóltam, pedig ígértem. Hát a Csodabogyós barlang itt a leghíresebb, de azért a Döme barlang sem szégyenkezhet, talán csak azért nem annyira kiemelt, mivel nem túl hosszú, 353 méter és 107 méter mély, és nem emiatt különleges, hanem az úgynevezett gyökérstalagmitok miatt. A stalagmitokról már az előbb volt szó, mindenki tudja, hogy az az álló cseppkő. A gyökérstalagmit pedig hát egy nagyon furcsa szerzet. Ezek a molyhos tölgy felszínről benyúló gyökerei alkotta fonadékok vagy rojtok, amelyek aztán a mennyezetről lecsöpögő víz hatására elkezdenek fölfelé növekedni. Közben mindenféle gomba telepszik rájuk, meg mész is kicsapódik felszínükön, és ezáltal létrejönnek gyökérstalagmitok, vagyis oszlopok. Tehát ez egy olyan, mint egy cseppkő oszlop, csak a fának a gyökereiből képződik. Nagyon érdekes jelenség, és van ilyen fantázia nevű kis itt a Döme barlangban, az egyik a puli. Mondom, hasonlít rá, vagy egész biztos hasonlít rá, és ezért adták a nevét. Láttam fényképen. És ami még ennél is érdekesebb, hogy állítólag az egész világon a Döme barlang az egyetlen olyan mészkő barlang, amelyben megfigyelték a gyökérstalagmitokat. Már ugye ez a folyamat, vagy hát ez a jelenség leginkább homokkő barlangokra jellemző, és nem a molyhos tölgy gyökerei alkotják a stalagmitot, hanem általában fenyő vagy nyír gyökerei. Letaláltak a barlangban 5-7 ezer éves cserépmaradványokat és emberi csontokat is. Azért is mondtam az előbb, hogy ilyeneket kb. Minden barlangban találtak már. De mondom, ez a gyökérstalagmit, ez az igazán nagy szám. Közben egy kis kilátás, hát már nem tudom, az ellenfényben mi látszik. A Kesztei egység néhány gerincére, és igazából nem azért sietek, mert félek a sötétben, hanem egyrészt útba akarom ejteni a nem jut eszembe a neve kilátót, hogy lőjek néhány naplementés felvételt, illetve még van egy jó két és fél órás autóutam, ami hát nem tudom este 8-ig hogy fog beleférni. Ha mindenki szurkoljon, hogy rendünk éber őrei napont engem kapcsoljanak le. Persze utólag már tök mindegy. Batsányi kilátó, becsületes neve, közben megnéztem, meg eszembe is jutott. Hát naplementés felvétel nem lesz, viszont jó kilátás. Az lesz. Hú.
Na nézzük. Nem jelentkezett rám az a dózi, hát én gondolom nem tetszett neki, hogy beszóltam. És azzal tudod mi a gáz? Tehát látod a Keszthelyi öblöt, ahol van egy szálló, ugye a parton, az a helikon, és egyébként ugyanez a sík terep, tehát hogy nem néz ki, nem néz ki. Mert hogyha ezt mondtam a srácnak is, hogy belenézel a saját keresőtből, csinálsz egy olyan képet. Elég a fotózod ezt, és megmarad a tetőnek a körvonala meg a korlát, azt azonnal tudják, hogy ez egy kilátó volt. Különben ez lehetett volna bárcsak. Ennyi fért a Túra és Tudomány mai epizódjába. Tartsatok legközelebb is velem, iratkozzatok fel, kövessetek Facebookon, a karsztbokor erdő legyen veletek. Sziasztok! Már végeztünk, de még sajnos van itt egy nagyon bosszantó dolog. A behajtani tilos tábla ellenére behajtó tahók versenyének első két helyezettjét láthatjuk. Büszkék lehetnek magukra. Amúgy a parkoló ott van a lejtő alján. Sokat nem spóroltak. Gratulálok. Na, akkor most a viszontlátásra. És még a naplemente is összejön, igaz csak ilyen hegy mögött, hegygerinc mögött elbújós naplemente.